Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Hogy vagytok, mi újság veletek? Szevasztok! Még így karácsony előtt, vagy illetve 24-én, karácsony hétvégéjén, vagy mi ez? Ja, hétvége lesz, mert péntek, szombat, vasárnap lesz most karácsony. Úgyhogy gondoltam, próbálok kicsit szélvédettebb helyre menni, mert azért fújdogál a szél. Így december 24-ére ahhoz képest viszonylag kellemesebb időnk van. 8-10 fok. Bár azért a szél miatt hűvösebbnek érződik, de nem annyira vészes. Nos, hát november 21-én volt legutóbb randink, amikor találkoztunk így kamerák előtt veletek. Úgyhogy hát sok minden történt azóta. Olyan sok minden, hogy a 90%-ára tulajdonképpen már nem is emlékszem, hogy akkor, amikor ezek a dolgok voltak, mik történtek és hogy mikről akartam beszélni. Tulajdonképpen azóta a Forma 1-ben Verstappen világbajnok lett, amiről azóta elég sok hír van, meg botrány, balhé, stb. Nem is akarok erről beszélni. Illetve már a címből is kiderül, hogy mi az egyik téma. Ugye még mielőtt megtörtént volna, december 6-án, Mikulásnak napján meghozta a szerencsét a jó öreg Miklós, a Mikulaus, és sikerült a forgalmi vizsgám. Gyakorlatilag már útban van a jogsim. Úgyhogy napok kérdése. Mivel a mai napig nem ért ide, így valószínűleg karácsony utáni héten, karácsony utáni napokban fog megérkezni a jogsim postán. Úgyhogy ha esetleg valaki gratulációját nyújtja felém, annak köszönöm. Na de, ez pont úgy alakult, hogy ugye december 6-án megtörtént a siker, és már gyakorlatilag aznap este eldugult az orrom, meg úgy éreztem, hogy valami van. Bár egyéb nagy tüneteim nem voltak, csak az orrdugulás. Viszont jó szél fúj. Emellé, mint a szaglásom, mint az ízlelésem úgy elszállt a mai napig. Nem nagyon tért vissza, ami eléggé irritáló és idegesítő. Sajnos elkaptam a Covidot, és következett 10 nap karantén. Amit szintén megelőzött egy hét táppénz, szóval gyakorlatilag 19 napot otthon voltam decemberben, 20-án dolgoztam először decemberben. Úgyhogy hát gyakorlatilag ezen a héten kezdtem, így a Covid meg az egyéb egészségügyi gebaszok miatt. Úgyhogy izomláztól kezdve minden megbaszott ezen a héten. Ugyanis hát 19 napig feküdtem, basszus, hát Netflixet néztem, mert nem tudtam más csinálni, fekve az ágyból. TV-t néztem, Netflixet, YouTube videókat, letöltögettem filmeket, ugye a csúnya torrentről, azokat, amiket nem tudtam ugye megnézni más forrásból, legális forrásokból, úgyhogy muszáj volt. Úgyhogy rengeteg töménytelen filmet néztem, Netflix-től kezdve mondom mindent. A Vajákot is sikerült most megnézzem, már aznap a felét, másnap pedig a másik felét, ami annyira nem jött be. Szóval ilyen filmezéses, covidos napok voltak az elmúlt napok, hetek. Hála Isten nem volt annyira súlyos, ugye 2 oltást kaptam, 2 Pfizert. De ez még valamikor tavasszal, nyár elején történt, egy májusban kaptam meg ugye a másodikat, amiről annak idején beszéltünk, vagy beszéltem.
És elvileg hát az okosok azt mondták, hogy egy 6 hónap után érdemes már a harmadikat benyomatni. Na most én a harmadikat nem nyomattam be, mert úgy voltam vele, hogy ráér az még, majd jövőre. Azt közben meg elkaptam ezt a szart, de igazából tök mindegy, mert ismerek olyat, aki harmadik oltás után kapta el, meg nagyon sok ilyen esetről lehet hallani, hogy 3 oltásra ér lófasz se ugyanúgy el tudod kapni. Annyi, hogy a betegség lefolyása, meg a különböző tünetek enyhébbek lesznek. Nálam is orbitális mennyiségű nátha, takony ömledezés volt, köhögtem nagyon sokáig, még a mai napig egyet-kettőt köhintek, illetve esténként szokott így rám jönni ilyen kisebb köhögő rohamok, amikor meg akarok halni, de hát általában túlélem, meg most is túléltem, mivel itt vagyok a kamera előtt, illetve a telefon kamera előtt. Úgyhogy jó, jó a helyzet. Meg hát ez a fáradtság, ugye fáradékonyság érzés, ízületi szarságok, enyhe fejfájással társuló dolog. Na mondom, mindezek lófaszt se jelentettek volna, hogyha nincs ez a rohadt íz. Tehát az, hogy nem tudok meginni egy üdítőt, egy kólát, úgy, hogy érezzem, hogy az kóla, hanem csak valami cukros lé. Tehát konkrétan csak a sóst érzem, az édest, tehát minden csak sós vagy édes, vagy savanyú, esetleg keserű. Tehát konkrét ízeket nem érzek sajnos a mai napig sem, illetve nagyon gyengén már kezd visszatérni. Az intenzívebb ízek és szagok azért már így átjönnek a szűrőn, úgymond, de még mindig szar. Tehát itt a karácsony, és úgy fogok ilyen karácsonyi kajákat enni, hogy biztos finom, csak kurvára nem tudok róla. Majd a gyomromnak biztos jó lesz. Mert a bimbóimnak, az ízlelő bimbóimnak sajnos kurvára mindegy, hogy mit eszek. Szóval, ja, ez volt. A filmezések azok tovább folytatódnak. 27-én fogom tudni megnézni csak a Pókembert. Már sajnos belefutottam a spoilerekbe. De hát ezek mind-mind olyan spoilerek, amikről nagyjából úgy is tudtam, hogy meg fognak történni, meg benne lesznek a filmben, mert gyanús volt már a poszterek, a trélerek, és a többi. Illetve a másik film, ami nagyon érdekelt még idén, illetve évvégén, az a Matrix 4. Ezt sajnos január 2-án fogom tudni megnézni, mindjárt a szél felborítja a biciklit. Ez sajnos január 2-án tudom, mert ebben a rohadt világvégi megyében, kibaszott Tolna megyében, illetve a szexárdi moziba egy héttel, meg egy és fél héttel később érkeznek meg a filmek. Én nem tudom, hogy mennyire csicska szarság ez, de nagyon-nagyon az. Tehát a premier napján nem tudsz megnézni egy filmet. Egy-két kivétel volt, talán Csillagok háborúja, vagy egy nagyobb Marvel film volt, amit már aznap meg tudtál nézni, amikor kijött. De én nem tudom bazd meg, hogy miért kell ilyen csúszásokkal filmeket leadni. Biztos valami pénzügyi gebasz, fogalmam nincs. Úgyhogy nagyjából ennyiről akartam most itt beszélgetni nektek. Mindenképpen akartam egy ilyen karácsonyi kis vlogot. Karácsony, hát maga a körítés nem túl ünnepi, mert a szokásos, illetve majdnem a szokásos vlog helyszínen vagyok. De majd karácsony után, illetve új év előtt is szeretnék egy kis videót majd csinálni nektek, amiben például megosztom veletek, hogy tetszett-e a Pókember, de biztos fog tetszeni, mert kurva jó. Én már nagyon várom. Jövőre meg majd beszélünk a Matrixról. Úgyhogy idén még egy vlog. Annyi még, hogy hát aki egy-két ember feliratkozott a gameplay csatornára, az 21-2-en. Ők látják, hogy eléggé inaktív ott is a helyzet. Hát ugye most a Covid miatt eléggé meg voltam csúszva, meg vagyok még mindig csúszva. Se energiám, se kedvem nem nagyon volt játszani, illetve minimálisan Gran Turismozgattam, miután már tudtam. Így itthon. De ilyen sztori játékokban nagyon nem akartam belemenni, mert se koncentrálni nem tudtam, mert így bambultam, csak nyomkodtam a gombokat. Szóval
ilyen Days Gone folytatást jövőre. Jövőre folytatjuk, mert sajnos most megbaszott a korona. Úgyhogy ez a helyzet, srácok. Mindenkinek a boldog karácsonyt kívánok. Új évet még nem, mert találkozni fogunk előtte, úgyhogy azt majd utána. Úgyhogy boldog karácsonyt mindenkinek. Kellemest, meg békést, meg kellemest, meg ezeknek a kombinációját. És akkor pár nap múlva, 27-28-án majd fogunk ismét találkozni. Reméljük, nem fog eltelni megint egy hónap. Majd meglátjuk, de nem, mindenképpen lesz új év előtti. Köszi mindenkinek, hogy egész évben nézegettétek a szarjaimat című videó. Úgyhogy most búcsúzok, boldog kareszt, sziasztok!